Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat. Nagyon megható mindaz, amit megtapasztalhatunk, hiszen azok az útak, amelyek arra vezetnek, amit érdemes megtapasztalni, hát azt egyáltalán nem jó lerövidíteni. Így érezzük és tapasztaljuk meg a mézek jótékony hatásain keresztül azt a természet kincsét, amit a gyógynövények, a Jóisten különös gondviselő szeretetéből kedves minnyájunk számára megtapasztalhatóak. Hát egy ilyen tapasztalat egy idős asszony a régi TSZ-nek a földjére kiment. Hát ő lopta a répát, közben mondta az olvasót, határpásztor megfogja és elmondja, hogy hát kedves néni drága, hát vagy az egyiket ne tegye, vagy a másikot ne mondja, tehát a kettő együtt nem megy. Hát itt van az, hogy megy, és határozottan így tapasztalható meg az, hogy a megy méz, ami egy csodálatos ajándék a természetből, az segít a daganatos betegségek gyógyításában. Rátérnék a mézótó fűre, a facília mézre, és a neve is már beszédes, mint mézontó fű. Ezen keresztül érezzük és tapasztaljuk azt a jótékony hatást, amit kifejt az emberi szervezetünkre, hiszen jó fertőtlenítő, ugyanakkor szív- és érrendszer karbantartó, koleszterin szint javító. Nagyszerű és mélyebb az, amit a mustármag jelent, hiszen a nevével ellentétesen a mustármag az egyik legédesebb, és a gyümölcscukor tartalmából kifolyólag nagyon-nagyon jó fertőtlenítő. Egy rövid lépéssel és nagy távlattal rátérnénk a napraforgó mézre. Magyarországon, az édesanyja országban ebből van a legtöbb, viszont ebből nagyon-nagyon keveset fogyasztanak fajta mézként. És a napraforgó méznek szintén megvan az a jótékony hatása, ami mélyen érinti az emberi szervezetünket, hiszen ennek kapcsán nagyon-nagyon sokszor megtapasztaljuk azt a feszültséget, azt a kimerültséget, és ilyenkor, mint jó immunerősítő, nagyon-nagyon ajánlatos használni. Már is itt van a kezemben egy csodálatos mézfajta, aminek a kedves neve a narancsméz. A narancsméz a mediterrán országokban egy közkedvelt mézfajta, és nagyon-nagyon jó használható fejfájásra, lázcsillapításra, nagyon kellemes és aromás íze van, ami például gyümölcssalátákhoz nagyon-nagyon alkalmas. Persze úgy szoktuk mondani, hogy a nyers gyümölcsöt megbolondítsuk egy kicsi mézzel, és akkor mindjárt sokkal ízletesebb, mindjárt sokkal mosolyteljesebb, akár csak ez a kis romantikus fény itt előttem, hiszen ez is jelzi azt az igazi fényt és igazi világosságot, azt az útat, ami ennek kapcsán mindegy nyitány felrejlik a minnyájunk számára. És nagyon-nagyon csodálatos a Jóisten különös egyik ajándéka, ami számomra tényleg egy nagyon-nagyon kedvenc méz, az ő neve a repceméz. És tudjuk azt, hogy ez az első kultúrnövény, amit mézelés szempontjából a kedves minnyájunk javára adatot, krémméz, fehér krémméz,
nagyon szívesen kibontanám, hogy megmutassam, megízleljük, és ezt is egészséggel lehet használni ízjavítóként. Ennek kapcsán tovább lépve megtaláljuk a somkórót, ugyan ez is szintén egy jó immunerősítő, de rátérnék a vaddohány, illetve a vaddohány mézre, ami a selyemfű méz. Ez az Amerikai Egyesült Államokban szintén nagy mennyiségben termesztik, és ezt a selyemfű mézet szintén nagyon-nagyon alkalmas és jó a mindennapokban elővennénk. Annyira trendi lett ez az egészség patika, mennyire jó lenne, hogyha ezekből a természet adta kincsekből, fajta mézekből is lenne egy ilyen összetevőnk, ami segít tulajdonképpen, ezt nem kell elmondjam, hanem azok, akik megtapasztalták és érezték a jótékony hatását. Az akáccal egy időben hozták be, és az anyaország Magyarországnak a területén már 1816-ban termesztették. Nagyon-nagyon kellemes, aromás íze van. Ennek kapcsán rátérnénk egy újabb csoportra, ami a tenger harmata. A rozmaring méz több kiszerelésben is van, hál' Istennek. Ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy a rozmaring az Árpádházi Szent Erzsébetig vezethető vissza, hiszen az egész Európában a rozmaringból készített vizet a királynő vizének nevezték, és egészen napjainkig a szerelmeseknek a tisztaságnak a jelképek lett, tehát esküvők alkalmával mindig ott van, hát ez a trendi. Nagyszerű, csodálatos ereje van, ami potencia növelő, ugyanakkor immunerősítő, ugyanakkor feltőtlenítő szív érrendszeri problémák esetén nagyon-nagyon használatos, és annyira meghatóan olvastam, amit az írásokban lehet ennek kapcsán használni, hiszen ez is egy olyan megközelítés, egy olyan ízvilág, ami egyre inkább nyitottabbá teszi kedves mindnyájunk számára ezt a csodálatos lehetőséget. Nem utolsó sorban a tisztes fű, tehát nem a tiszteletes, hanem a tisztes fűről van szó, és ennek is megvan az a különleges gyógyhatása, ami által egyre teljesebb, egyre boldogabb életet élünk. Az előbb említettem, tehát volt említés róla az új zélandi mézfajtákról, a manuka mézről, és most megemlíteném, hiszen a szerző is megemlítette, a revarvara mézet, ami szintén Új-Zélandnak az északi szigetén található cserjének a az egyik csodálatos terméke, ami egyre inkább ismerté válik nem csak az anyaországban, hanem a világ különböző országaiban, népei előtt is ismert antioxidáns és antibiotikus hatása egyre inkább felkelti nem csak az orvostudomány, hanem egyre inkább a természetgyógyászatban is, amit említettem, hogy az első olyan mézfajta, amit orvosilag
elfogadtak, elismertek az ő gyógyhatását. Nem utolsó sorban rátérnék a zsája mézre. A zsája ad egy kesernyés ízvilágot, ami segít abban, hogy egyre inkább, egyre mélyebben megtapasztaljuk, és nagyon-nagyon csodálatos az az összhang, ami nyilvánvaló, hiszen ezért kerültem azt a kifejezést, hogy homeopátia, de itt nagyon-nagyon sokszor összhangban, harmóniában van, hiszen a zsája, zsájaméz és a zsája tea az nagyon-nagyon csodálatos módon kiegészíti egymást, és egy teljesebb hatást, jótékony hatást gyakorol az emberi szervezetre. Egy lépéssel tovább, és akkor itt lennénk a vegyes virágméznél, ami azért csodálatos, ezt Veszprémben sikerült megvásárolnom. Hát Veszprémben csak a szél és a harangok zúgnak, ez is csodálatos. Hát eljutottam Tatabányára, az unokatestvérem jó voltából szintén, sikerült egy virágmézet szerelnem, és itt van újra egy virágméz, és a kedves János barátomnak a különös jósága, ajándéka szintén itt van a kezemben, amit most fel is bontanék már csak azért is, hogy ne járjunk úgy, mint amikor valaki elment beteg látogatni, vett két üveg megykompótot, és addig mutatta a betegnek, hogy hát hogy kell megenni a megykompótot, szegény, szerencsétlen, felállott, próbált felülni, tátott a száját, tehát az addig mutatta, hogy hogy kell megenni, amíg végül egyetlen egy szem sem maradt. Tehát ez egy csodálatos, nagyszerű ajándék, és kedves minnyájuk figyelmében ajánlom, hogy ez a virágméz, a vegyes virágméz, ez helyenként, időszakonként mindig változó. Amivel vegyes virágmézről beszélünk, akkor nyilvánvaló, és meg kell említenem, a Kárpát-medencében több mint 700 növényfaj után érdeklődnek a méhek, ami szintén egy hatalmas, tehát a legnagyobb gyógynövény kertek sem tudnák ezt a növény mennyiséget biztosítani. Ugyanakkor a szakembereknek a véleménye is ütős, hiszen ezen keresztül mondják el, hogy az egyik legértékesebb méz, mivel nagyon-nagyon sok gyógynövénynek az összetevőjéből tevődik össze, ezért az ízvilága, ezért a gyógyhatása is egy újabb horizontot, egy újabb síkot nyithat meg kedves minnyájunk számára. Egy nagy lépéssel tovább a sorrendben ott lennének a torokbalzsam méz, és már is egy saját készítésű Mária méz készítmény, méz balzsamot tarthatok a kezemben. Az a jótékony hatása, amit több mint 5 fajta méznek, ugyanakkor 3 különleges olajnak, tehát az eukaliptusz, a menta és a kamilla olajnak az összetételéből áll. De ugyanez megtapasztalható egy másik ízvilágban, például a homoktövises méz készítményben. Ugyanakkor tovább lépve egy Svájcból ajándékba hozott kis mézet tarthatok a kezembe. És nagyon-nagyon eszembe jut a narancsméznél, nem említettem, amikor a rendőr délbe eszi a narancsot, és megkérdezik tőle, hogy hát miért eszi, hát azért, mert déli gyümölcs.
így tapasztaljuk meg a külföldi mézekkel kapcsolatosan egy csodálatos kincset, a kubai mézet tarthatom a kezemben. Ez egy kalibri méz a Kuba érintetlen tájairól, gyógynövényként és gyógyteával nagyon-nagyon jótékony hatást fejthet ki. És mivel már most egy nagy lépéssel tovább lépve a kezembe tarthatom szintén a bodza mézet, ugyanakkor a menta mézet, ugyanakkor a levendula mézet. Tehát ezek mind olyan virág illatok mézben, ami az adott gyógynövénynek a jótékony hatását szintén kihozza azt a mély hálát, legalábbis nekem biztos személyesen a szívemből, amivel a Jóistennek megköszönhetjük ezt a csodálatos ajándékát. Hát a jótékony fejlesztési programnak a júniusi program tervezetében szintén elkészítettem a körömvirág és vegyes virágméznek a kölcsönös együttes hatását, és ennek számomra biztos, hogy van egy olyan megható, egyszerűen alig találok szavakat, hogy ezt kifejezzem, hiszen Szabó Gyuri bácsi, a bükki füves ember említette meg az előadása kapcsán, hogy a körömvirág mennyire csodálatos, jótékony tud lenni a daganatos betegségeknek a kezelésében. Így csomagolva, így tartósítva hosszú ideig a kettő az egyben nagyszerűen kiegyenesíti és teljesíti azt a kölcsönhatást, amit magába rejt. Nagyon sokszor szó van arról, és egyre inkább beszéltünk az étrendekről, a természetes étrendekről, ugyanakkor az étrend kiegészítők a mézből és a méhészeti termékekből készült ételek iránt nagy az érdeklődés, hála Istennek. És én most így záró gondolatként arra gondoltam, hogy Szabó Péter talán nagyon szépen és összhangba fejezi ki egyetlen egy érintésnek a jelentőségét, fontosságát, a szerepét. Mindaz, amit szeretettel teszünk, az sokszorosan visszahat ránk. Az, aki ajándékoz, az ajándékozottá válik. Aki megérinti a másik szemét, az érintetté válik. És egyre inkább egy nyitottabb, mélyebb megtapasztalás, az az érintés, amikor talán a mély ponton vagy, amikor a költő szavaival mindenki elhagy, amikor roskadozva viszed a keresztet, és akkor csendesen átölel a Jóisten. Ez egy mély megtapasztalás, egy mély érzés, és ez hozzásegít, hogy mind az, ami szebbé teszi, boldogabbá, jobbá teszi az életünket, azt egyre inkább tudatosan használjuk, hiszen a szerző ugye kérdőjellel tette, hogyan lehetsz tudatos mézfogyasztó, és ne maradjunk meg az átlagosnál, éppen ezért egy újabb nyitott skálák a kubai méz után, új-zélandi után, ott van az ausztráloknak a gyógyhatású gyógyméze, a jaharméz, és már a mézbarlangban megtalálható a Himalája vidékéről és a Zambezi folyó völgyéből érkezett érintetlen természetből a méhek szorgalmas munkája által megtapasztalt és nekünk adott
Érték és ajándék, érték, minőség, egészség. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk. Egyre inkább, tudatosan. De hát az idő ketyeg, az óra pereg, a méz csepeg, ragad. Ehhez az kell, hogy egyre inkább tudatosuljon bennünk az az út, az a cél, az az elhatározás, hogy ennek kapcsán veszem a fáradtságot, és hogyha már fölírtam arra a kis papírdarabra, hogy miért vagyok itt, akkor talán egy rövid történet rávilágít arra, hogy hogyan is tovább, hiszen mindig ez a klasszikus kérdés. Az egyik búcsú ünnep alkalmával, hát a plébános kétségbe esve látja, hogy egyetlen egy idős asszony jön el. Hát nagyon-nagyon kétségbe van esve, padló alatt van. De hát megkérdezi az idős asszonyt, hát akkor legyen szentbeszéd. Hát ő azt mondja, hogy hát kedves uram, hát a rizska tehennek szokott vetni. Ebben benne volt, hogy egyértelmű kell szentbeszéd. Hát a szentbeszéd az másfél órát tartott, annyira átlelkesedett, annyira szeretettel voltak egymás iránt, hogy már a szentmise végén az ajtóba átölelték egymást, még puszi is megvolt. És akkor megkérdezte a kíváncsi plébános, hogy hát jól sikerült a prédikáció. Hát azt mondja, kedves fiam, hát én a rizska tehennek egyszerre csak egy villába szoktam bedobni. Te pedig egy egész szekérrel öntöttél be. De plébános se hagyta magát, nem adta fel, illetve feladta ezt a részét, mármint házi feladatként. Azt mondta, hogy kedves néni, válassza ki, ami magának van jó, ebből az egészből, és a többit hagyja másokra, hogy nekik is legyen még, nekik is legyen, amiből megkóstolják. Gondolom, hogy rávilágított mindez arra, amit a magyar misében mindig nagyon-nagyon időszerű és alkalmas idézni: a mindenségben ott lakik az egység, keressétek egymásban a békét, szívetekben őrizzétek fényét. Köszönöm, hogy meghallgattatok.